Vége van a nagyszünetnek, folytatódik tehát a Jászberény Körmend kosárlabda mérkőzés az NB1 A csoportjában. Az első játékrészt a miénk nyerték 30-16 arányban, a másodikot viszont már az ellenfél 10-18 lett az eredmény, így összesítésben még szerencsére mindig a Jászberényi csapat vezet 40-34 arányban. A nagy lendület egy picit visszaesett a félidő második felére, emiatt történhetett, hogy az ellenfél feljött, és ezt a játékrészt már ők nyerték, de szerencsére mi még továbbra is vezetünk, és szurkolók mondták itt a szünetben, hogy nagyon jó lenne, legalább így maradna, még ha egy picit összébb megy, a távolság az se olyan nagy gond, csak az a lényeg, hogy a Berényi csapat győzön, de hogy ez pontosan hogy lesz, ez durván egy óra múlva kiderül. Tiszta játékidőben ugye sokkal kevesebb, de hát nagyon sokat mással is kell foglalkozni, csere meg egyéb, és olyankor ugye nem számít. Megáll a nagy óra, de most megy, és azt látjuk, hogy a mi irányítónk hozza fel a labdát, Törökről lepattant Sós, jó lenne egy hármassal, de Török fogta a lepattanót, sajnos Sós Gabinak most nem nagyon megy a mai nap. Hát mindig nem mehet, neki se egyáig mind a háromszor jó játszott. Üresen nála Ferenc, oda bent, igen, meg is kapja. Igen, Sós Gabi rosszul érkezett, igen. Igaza volt a játékvezetőnek, Tóth Norbi volt az természetesen. És már is ők jönnek. Ő volt a Ferenc, igen. És Lemon keverget, és egy hármast mutat, de Cseh György visszajött 4 hiba ponttal, és leszette Sós Gábor. De látszott, hogy útját állják, gyönyörű, ez szép volt. Hát ezt mi sapkának láttuk, ilyen kosaras nyelven. Tiszta labdának mondják itt mellettem is, de úgy látszik, hogy ez a sárga felső részben lévő fiatal embereknél nem így jött le, és Dramics Anyin a harmadik hibapontját könnyelhették el a szemben lévő zsűri asztalnál, és egy dobás is van, sőt kettő. Egy perccel a második játék rész elkezdése után, tehát Gowans áll neki a büntetőnek, és beszórja, és 5 pontra csökkenti a különbséget. Tartok tőle, hogy a második is bemegy. Jó dobó. Ő. Igen. És csere lesz. Kerpel Frónius Balázs jön be. Sós Gabit leviszi az edző, hiszen megszerezte a harmadik személyét. Egy picit pihenteti. Balázsnak meg azt hiszem csak egy van. És most aránylag ő elég jól kezdett. Cseh György, egy betörés. Nagyon jó. Már azt hittem, hogy Gyuri, azért álltam meg, már azt hittem, hogy Gyuri ellen fújnak, de soká állt meg, és meg is hatták. Soká vette fel a álló helyzetet a körmendi játékos Tóth Norbert, vagy Török Roli, és a harmadik hibapontját szerzi, és Cseh Gyuri bedobja. Jó játszik a tízes játékosunk, a Berényi, hiszen a Berényi csapatban nem nagyon büszkélkedhetünk Berényi játékossal, de Cseh György természetesen az, és azt láthatja, hogy mellette bedobnak egy kettest. Se baj, gyerekek, ha így kettesével haladunk mi is, meg ők is, akkor nagy baj nem lesz. De azért mindenképpen jó lenne. 43-38 az állás, Horváth, Cseh Györgynek oldalról. Jaj, én már mozogtam, hogy besegítsem a labdát, hát innen nagyon nehéz, ha ő neki onnan nem megy. Kerpel Frónius Balázsnak fújnak be. Hát kicsit megállt, átalkodottan kezdtünk. Igen, egy kicsit talán
az öltözőben maradtunk, ezt itt túlzás lenne mondani minden esetre. Nincs az a lendületes játék, mint ami az első negyedben volt, de hát illetve annak is az első felében, de nem is volt várható és elvárható, hogy ez így történjen. De egyáltalán nem egy gyenge csapat érkezett, tehát alaposan meg nehezíthetik a dolgunkat, de a lényeg az, hogy a végén mi kerüljünk ki győztesen a párharcból. Igen, közben régi játékosunk Török Roli terhelte meg a kosarunkot egy kettessel, és már és háromra szűkült a különbség, 43-40-re vezetünk. Dramics Anyin körbejáratják a labdát. Gerper Flóniusz, Balázs! Már látszott, hogy Balázsnak megy a mai napon, hiszen az első fél időben 10 másodperc alatt kétszer is eredményes volt, és most egy hármassal is beköszönt. Török azért, a Goans kibújt a magas emberek között, már attól féltem, azért is álltam meg, hogy Cseh Gyurinak befújnak még egyet, de nem tették, hál' Istennek. Helyette kaptunk egy kettes, 46-42, 4 pontos a különbség, Horváth keverget, és nem megy be. Horváthnak valahogy most nem megy, pedig akar meg lelkes, de valahogy kevésszer talál a kosárba, pedig nagyon kellene a Horváthnak a pontjai is. Azt hiszem, hogy Ver ellen ítéltek, azt hiszem, hogy a második személye. Igen, Vernek a második személye, így van. És 46-42-nél jöhetnek az alapon arról, hiszen még egy-egy csapat személye van, és Ver nagy lendülettel viszi Horváthnak. Kicsit bajlódott Horváth a labdának a felszedésével, de nem, ez nem okozott gondot utána ennek elengedésével, és nagy örömünkre Horváth. Nagyon szép kosarat dob, és 48-42-re módosítja az állást, az ő kosarainak számát pedig 6-tal, és közben Hencsei Tamás összeszórakozott valamelyik játékvezetővel a nagy izgalomba. Kicsit meg is fenyegették, de hát ugye a mérkőzés folyamán előfordul ez, de természetesen nincs itt semmi gond. Edző és ember, és őnek is idegei vannak, de hát úgy látom, hogy nincsen semmi gond, ilyen előfordul. Kis törlés, és utána rögtön jövünk. Az első fél időt tehát 6 ponttal nyertük, és most is annyi a különbség. Tehát azóta nem változott semmit, csak a kosarak szaporodtak itt és ott is. Jó lenne, ha miénk egy picivel jobban haladna, nyugodtabban ülnénk itt, vagy 4-500-an, 5-600-an lehetünk talán a mérkőzésen. Nyugodtabban néznénk, hogy Lemon keverget, és majdnem sikerült elvenni közös erővel. Cseh György közben elcsúszott. Szerencsére a Horváthnak fújták be. Gomeznek megadták a kettest. De reméljük, hogy Horváthnak fújták be, mert Dramics Anyinnak nagyon szaporodna. Igen, Horváthnak. És őnek is a második. Kipördült a labda. Azt mondja valaki, hogy a dobbal kiütötték. Hát a dob az itt van fönt az emeleten, de úgy látszik hatásos volt. Horváth, Gerper Flóniusz, egy jó betörés, de lejtje a labdát, de megfogja. Cseh Gyurinak remek bejátszás! Remek volt! Természetesen egyből felpattannak a nézők, és taps kíséri egy Gyuli mozdulatát, nagyon szép volt. Jó játszott egyébként a múlt héten is Cseh György, és ma is, csak az a fránya 4 hibapont ne lenne, mert ilyenkor egy picit azért nyugtalanítja a játékost. Egy hármas... Ahogy, de hát Vernek ez nem ekkoz gondot, mint ahogy a elhúzás Lemon mellett is, aki ott hagyja a kezét, és mindjárt hibapont kerül a neve mellé, még a második. Ilyenek kellene levent, és akkor nem volna gond. Igen, így van. Feltétlenül
erőltetnünk kell a támadójátékot, és nem szabad megállnunk, egy pillanatig sem szabad azt hinnünk, hogy ez egy könnyű meccs, mert egyáltalán nem az. És hogyha ez a csapatjáték meg lesz, a fegyelmezett támadó és védekező játék, akkor megnyerhetjük ezt a meccset. És egy ilyen triplával ismét Kárpel Frónius Balázs. Ez nagyon jó számunkra, hiszen Kárpel Frónius Balázs mikor jött, akkor ide jött Jászberénybe, akkor már tudtuk, hogy ő nagyon szereti a triplákat dobni, és nem is hogy szereti, hanem tudja is, és egyből 10 pontos, ugye, mert 2x2, kettese volt, utána meg a hármasával, de ezt Sedgyuritól elvették, és Török Rolit nagyon üresen hagyták a társak, a mi társaink, a régi társak, és rögtön módosít az eredmény, de így is nagyon jó, még 53-46, és Ver szárnyál magát, de Kárpel Frónius Balázs remekül játszik, Balázs, úgy látom, ez a 2-3-as meghozta az önbizalmát, már nagyon kellett, hiszen a múlt héten még nem igazán találta a figurát, de Gyuri biztos, hogy találja. Így is van. Már látszott, mikor átvette a labdát, hogy ez csak kettessel végződhet, és úgy is végződött. Úgy látszik, hogy Csegyorinak megy attól függetlenül, hogy mínusz 4 nyomja a lelkét, mondjuk így. Igen, így van. Nagy dicséretet érdemel olyan szempontból, hogy képes 4 személyhibával is a pályán maradni, tehát ő is és a társak is meg tudják úgy oldani a védekezés, hogy ne kelljen odaütni. Ha engedjék meg, egy kicsit nosztalgiázzak, többek között Godena Ferenc jut erről eszembe, őneki volt olyan mérkőzése, hogy egy fél időt lehúzott úgy, hogy 4 személyhibával. Reméljük, hogy ez a lendületesebb játék, ez a 9 pontos különbség, ez megmarad, vagy akár fokozódik is. Hát reméljük, hogy így lesz. Minden esetre most 55-46, és a Jászberényi csapat vezet. Körülnézek, nyugodtan ülnek a nézők, nem kell egyelőre a körmöt rágni. De hát még nagyon sok van a mérkőzésből, és 16 perc alatt nagyon sok minden történhet, a játékvezetők sürgetik a fiókot, hogy letelt a időkérés, tessenek a pályára jönni, és ők ide sétálnak. És a kezdő ötös helyett Kárpel Frónius Balázs van bent, és akkor már a kezdő ötös volna. Ott ugye Sós Gábor volt, de ő most pihen, hiszen ő is nagyon sok hibaponttal rendelkezik. Körbejáratják a labdát, újra visszajött hosszú idő után, de kihagyta a Popadics. Igen, igen, Kolarics. A Popadicsnak a honfitársa, Kolarics, szabálytalankodott a mi emberünkkel szemben, Dustin Verrel szemben, és Kolaricsnak, ha jól emlékszem, 2 hibapontja van, igen, ideák is a tálbára, úgyhogy az övék is szaporodik, Hencsely Tamás nagyon mutogat, nagyon él ott az oldalvonal mellett a játékkal. Ő mindig így szokott egyébként. Jó bejátszás Kárpel Frónusnak, nem tudott fölemelkedni, hiszen 2 hatalmas ember állt a útját. Horvát majdnem elkapta, de ez csak majdnem. És egyedül maradt a kis ember, ezt láttuk, hogy ez biztos, hogy hiba lesz. És ez már a harmadik. A harmadik szerintem. Mondjuk a mi irányítónknak nem szokott 3 lenni, de most már 3 van. Hát mondjuk a mérkőzésnek a nagyobbik fele eltelt. Dobnak mindent. Dobnak közben, mert a csapat személyi odaért, hogy tudnak dobni. És Lemon, ha nem is song nélkül, de a labdája be van szorgott a kosárba, ami természetesen ugyan annyit ér, mintha csong nélkül hullik alá, mint most. A mérkőzés pedig 55-48 a Berényi csapat javára, és 3 perc, 33 másodperc van hátra a harmadik 10 percből. Levente, újra időkérés volt. Igen, valóban, bár 7 pontos különbség maradt, illetve minden esetre, tehát 9-ből 7 pont lett, vagyis nagy különbség nem állt be az eredményben, de
mégis úgy döntött Bence Tamás, hogy, hogy időt kér. Hát igen, ekkora különbségnél, vagy az ilyen és ehhez hasonló különbségnél, ahogy már mondtam is, minden egyes pontnak, támadásnak jelentősége lehet. Biztos, hogy mindig lehet jobbat és jobbat kihozni a támadó és védekezési játékunkból is. Igen, hát most a védekező játékunk jobb volt, hiszen 7-0-al nyitottunk, azaz nem kaptunk kosarat. De hát ez ugye az elején volt, és azóta nagyon sokszor ide-oda pattant a labda egyik játékterről a másikra, és abból a nullából 48 lett, a 7-ből meg 55, de még mindig megnyugtató legalábbis, ha így játszik mind a két csapat, akkor mondom azt, hogy megnyugtató a különbség, de kosárlabdával már annyiszor elmondtuk, hogy 10-15 pont nem sokat számít. Jó lenne, ha ez úttal is így maradna, hogy nem sokat számítan, azaz továbbra is vezetnénk minden esetre. Mi hozzuk fel a labdát, bejött két magas ember, illetve bemaradt a Kolarics és a brit fiú, és Sós Gabit próbálja ott lögdösni. Egyébként nagyon érdekes volt a körmendre érkezése a brit fiatalembernek, mert állítólag a sógoroknál felmondtak neki, biztos rossz vált tett a tűzre a hírek szerint. Hát nem megerősített hír, de hát azt beszélték itt a nézők, és már is leigazolták Körmenden, de hát muszáj volt, hiszen nincs magas emberük, és ez a magas ember ott a lögdösi oda bent, és bedobta szorongatott helyzetből Lemon. De viszont ő ellene fújtak. Ő lenne fújtak, és közben törlés van, mert nagyon izzadt a fiatal ember, és az baleset veszély, ha ott marad a vizes parkett, azon bizony nagyon lehet esni. Az első játék részben megnyugtató játszott a csapatunk, a másodikban már nem, hiszen 8-al többet dobott az ellenfél, de még a fél időben így is vezettünk 6 megszerzett ponttal, illetve 6 különbséggel, és most is 55-50-et mutat az eredményjelző, azaz mínusz 1 lett az fél időhöz képest, de mi hozzuk fel a labdát, jó lenne ebből a mínusz plusz 5-ből legalább egy hetest csinálni. Horváth, hát ha most sikerül neki, hát miért ne sikerülne végre? Horváth tud hármas dobni, csak valahogy eddig nem ment neki, de pont akkor dobta, amikor kell. Nagyszerű. És mindjárt 58-50, de könnyű jó is ezt mondani. A brit fiatal emberé kijött! Richard és odaüt! Odaütött bizony! Nagyon csodálkozik Goans, csodálkozik, de hát nagyon nem kell neki csodálkozni, mert az ő keze járt el. És ez a harmadik hiba pontja. Én először azt hittem, hogy Richard lökte ki Dramicsanyin, de közben itt a játékvezető szeme láttára Goans szabálytalankodott, és Dramicsanyinnak a nézők besegítik a kosarát, a nézők besegítik, de az a lényeg, hogy behullott. 59-50. És 19. pontja is érvényesül, érvényre jut. És 60-50, régóta nem vezettünk 10 ponttal, de nyilván Ákosnak most befújtak egy hibapontot. Itt a felező vonal környékén, harmadik hiba, ez még elmegy, hiszen 10 perc mellé még 2-29 van hátra, tehát hárommal még el lehet lavírozni, hiszen Csagyurinak is 4 van, és hál' Istennek még a pályán van, ha nem is ebben a pillanatban, de oda jöhet bármikor. De először megvárják, gondolom, hogy Popadics elvégezze a személyit, és a lehetőséget gólra is váltja, azaz 9 pontra csökkentette a hátrányokat. Lesz-e belőle? Igen, Popadics nem tétovázott, egyből berámolta. Kisember a Kolaricsot megkerülte, pedig számított rá, hogy jön. Dramicsanyi üresen kapja. Jó,
Hál' Istennek a játékvezetők nem fújták be, azt féltem. Féltem, hogy támadó lesz, de szerencsére nem ítélték úgy. 21. pont. Azt mondják, hogy a 21 az nyerő. Hát reméljük, hogy most meg Ramicsanyi lesz a nyerő emberünk. Magyarázza egyébként a Hencsei Tamás a játékvezetőnek, hogy ő ezt befújta volna. Nagyon mutogat. De hát egyszer megelégelik a játékvezetők. Nagyon nem jön zavarba a játékvezető, nyugodt marad. És folytatják a mérkőzést természetesen. Hencsei Tamás is lecsendesül. Olyan annyira nem azért. De úgy látom, hogy a játékvezető meghallotta, és ő megelégelte. És technikait adott a Körmend edzőjének. Úgy látszik, hogy nagyon idegesen sétál a partvonal mellett. A játékvezetők csendre intik a játékvezetők Hencsei Tamást, és dobatják természetesen a büntetőt, hiszen a technikainál két büntető van már az új szabályok szerint, és oldaldobás. Így hát senki nincs a büntető területen belül. És Dustin Ver dobhatta az elsőt, és ezzel a 10. pontját ért el, és a Jászberényi csapat 63-52 arányban vezet, de még mindig valami probléma áll fönn. Valami probléma van bent. Igen, egyet dobnak, és úgy van dobás, tehát én rosszul mondtam, nem kettőt, hanem egyet, és Frónius Balázs bemegy. És gyönyörűen egyéni akcióból Kerpel Frónius Balázs dobja a 13. találatát, ami ragyogó a mi szempontunkból, hiszen vezet Popadics. Kijön a hármasa, és kit szedi le Kerpel Frónius Balázs. Balázsnak nagyon megy a mai napon, nagyon jó ez. Mindig valakinek vinni kell a csapatot a hátán, úgy látszik most ő meg Ramicsanyin. Dustin Vernek nem megy most, de Ramicsanyinnak, de Balázs összeszedi, szuper! Szuper! És 14 másodpercünk marad, továbbra is 65-52-nél. Sós Gabi nem tudta megkaraparítani, és Popadics ezt nem szokta kihagyni, bizony nem. És javít az álláson az ő szempontjukból, hiszen 65-54. Hát nem tudtunk meglógni, ugyan több lett, mint 10, de többel nem. Igen, ez tény. Én inkább úgy közelítek hozzá, hogy félig teli van a pohár, szóval ez a 10 pontos különbség, ez mindenképpen jónak tűnik, csak ezt jól lenne megtartani, és nem hagyni, hogy az ilyen gyors ellentámadásokból közelebb jöhessenek. Igen, Popadics bemutatott egy dobócselt, hogy a társának dobja, de hát itt azt csinált a palánk alatt, amit akart, és Csabai, helyes! Ádámnak is elsült a hármasa, és ez borzasztó jókor jött, 24 másodperc van a harmadik 10 percből hátra, és 68-56 arányban vezettünk, tehát 12 megmaradt a különbség, és Gauhans azt várja, hogy haladjon az óra, és befejezze egy támadással. Csodálkozik Popadics, ő ellene fújtak, illetve ő vezette ki a labdát, igen, ő vezette ki a labdát. Gyújtotta ki. Jön a mi emberünk! Na ez az igazi Verra, akit most láttunk. Két másodperccel a Nagy Duda megszólalása előtt berámol egy hármast, és 71-56 arányban vezetünk az utolsó játékrész előtt. Azt hiszem, hogy ez a különbség pont jókor jött, Levente.
Igen, azt gondolom, hogy ez a 15 pontos különbség minden esetre bizakodásra ad okot a számunkra. Nagyon fontos volt, hogy ilyen jól fejezzük be ezt a nem csak a támadást, hanem a negyedet is. És szükség volt már erre a ver triplára. Bízom benne, hogy az utolsó negyedet is a mi szájízünk szerint alakul, és sikerül megtartani ebből a 15 pontos különbségből minél többet, hogy aztán mi örülhessünk a végén. Proféta beszéljen belőled, de majd meglátjuk a végén. Tehát nagyon szomorúak lennénk, ha fordítva történne, mert egyelőre nincs benne a meccsbe, hogy az ellenfél felülkerekedjen, bár voltak bizonytalan pontok időközben. Voltak bizonytalan pontok, de úgy látszik, hogy kijöttünk a kátyúból, és egyelőre 71-56 arányban vezetünk, és mindegy 15 másodperc van hátra. És 31-22-re azért megnyertük a harmadik játékrészt, és emiatt ugye szaporodott fel annyira a mostani állás, hogy a 31-22-re nyertük, hogyha jól a statisztika, igen, és akkor így alakult ki a 71-56-os állás. Közben jönnek fel a pályára, Csaba is fönnmaradt, Kerpel Fornyóz Balázs is, Sós Gabi is visszajött, és Dramics Anyin. És ott lement a angol fiú, és helyette 24-essel Sömenek Martin jött be. És közben 58-ra szaporodott az ellenfél kosarainak száma. De reméljük, hogy mi is válaszolunk rá. Csabai üresen kapja a hármast, de az üresen lévőt nem tudja hármasra váltani. Nem zavarthatta Perez úrtal senki, de hát mindig nem sikerülhet. És ők szedték a lappattanót. Egyébként a Lemon borzasztó sok lepattanót szed. Egyelőre útját állják. Elveszed Dramics Anyin hóna alatt. Szoricski! Már 5 másodperc van, kénytelen volt rádobni. Ennek a fiatalembernek, Gauhansnak is megy. Rendesen egy hármassal. Addig toporzékolt. Még behintett egy hármast, és 71-61. Nos, ilyen a kosárlabda. Eltelik 1 perc, és mindjárt 4 ponttal jobbak. Dramics Anyin nem tudta kiemelni tőlük Roland mögött, és így nem tudtuk szaporítani a 10-12-re, de viszont ők se. Kerpel Fornyóz Balázs nagyon jól lesegítette a labdát, és már is Dustin Ware hozhatja föl. Közben a közönségnek is megjött a hangja, érzik, hogy nagyon kell a biztatás. Bezárták az utat Ware előtt, de szabálytalanul. És még nem dobhatunk, hiszen alig kezdődött el az utolsó, mindent eldöntő szakasz, és Lemonnak behúznak egyet, és ezzel nem a testére, hanem a papírra, és 4-re szaporolt a személyi hiba szám. De én mondtam rosszul, hiszen helyzetben volt odabent Ware, és emiatt ugye dobhatja a büntetőt, amit jó százalékkal dob, hiszen ha jól sejtem, ez 100%-nak minősül, és így már 73-61, újra 12 a különbség, és Cseh György bejött Dramics Anyin helyett. Dramics Anyinnak pihenni kell egy kicsit. Az utolsó percekre még nagyon kell az ő tapasztalata, meg a magassága. Jó lenne, hogy Cseh Gyurit benhagynák a játékvezetők, illetve Gyuri is tudja, de Török Lóli is tudja, hogy a mi emberünknek kevés van, és nagyon lögdesi a palánk alatt, hátra fordítva fújják be, mert a nagy tumultusban néha bizony nem mindig sikerül. De már visszaszerzi, igen, igen, addig-addig, és gyorsan be is megy. Csabai egy dobócsel, közelebb megy, és Cseh Gyuri megszerzi. Szuper volt, Cseh Gyurinak nem az első ilyen megmozdulása, és ez két részből is jó, azért, mert újra mi jövünk, az ellenfél nem jön, mi jövünk, és a kisemberünk Sósnak, hát nem igaz, Sós a labdát ütötte, könyörgöm. Hát ez nem igaz. Hát a labdát ütötte a Sós,
és a játékvezető hibapontot fúj, és a negyedik a Sósnak, Kerpert Fónius Balázs fennmarad, Sós is. Hát én szerintem ezt elnézték a játékvezetők, bár ők tudják, ők álltak közelebb, de innen az emeletről nagyon úgy látszott, hogy Lemon nem az első ilyet csinálja, hogy betörés ponttal fejezi be. De mindegy, semmi nincs elveszve, hiszen továbbra is mi vezetünk 10-es ponttal, Sós Gábor, egy betörés. Kiütik a labdát ezúttal szabályos keretek között a keziből. Cseh György, de jó lenne ezt bedobni, de nem sikerül, de Frónius megszerzi. Nagyon jók vagyunk most lepattanóból, támadó lepattanóból. Frónius Balázsnak legalább ez a harmadik támadó lepattanója. És 4 másodperc van hátra, és Frónyusznak el kell dobni. Igen, közben letelt az idő, meg is szerezték. Jó, nagyon jó kellett. Balázs nagyon jót csinálta. Taktikai szabálytalanságot csinált. Ez kellett, hiszen ez ponttal fejeződött be, létszám fölénbe volt az ellenfél. Frónyusz Balázsnak harmadik, hát 6 perccel a vég előtt a 3 még az elmegy. És közben Szögi Ádám jött be. Ő fogja irányítani a csapatot, Dustin Ware helyett, őnek is 3 személye van egyébként. De Lemon ők itt is kevergeti, Lemon nagyon él a pályán. És biztos, hogy be fog menni. És sajnos behullott. Gowens bedobta sajnos, 73-66, 7 pontra csökkent az előnyünk. Most úgy látszik, hogy harapnak, nem a szószoros értelmébe, hanem kosaras értelembe a körmen játékosai, és rátettek egy lapáttal, de Balázs, illetve Szögi Ádám is, de Cseh György szerzi meg, mivel nem ért kosarat, így letelt az időnk, hiába szereztük meg a lapattanót. Így az idő lejárt, nem számít új időnek, 14 másodpercnek, hiszen a gyűrűt nem érintette. Így 7 pontos vezetésünknél az ellenfél jöhet föl. Nagyon jó lenne, ha ez a támadás nem sikerülne, Csabainak befújják. De ez már nem taktikai szabálytalanság volt, nem tudta őt szerelni. És ott maradt a keze, ami szabálytalannak minősült. És továbbra is az ellenfél hozhatja be a labdát, de időkérdés van. Azt hiszem, hogy nagyon ránk fért az időkérdés, hiszen a 12 pont 7 pontra csökkent, és nagyon fel kell kötni a gatyát az utolsó 5 percbe. Igen, az látszik, hogy Hencsei Tamás egy fanatikus edző, és a játékosaival együtt nem fogják feladni az utolsó pillanatokig a mérkőzést, és hát sajnos be kell látnunk, hogy nincs is rá okuk, hiszen még közel 6 perc van, és valóban, ahogy mondtad, 15 pontos előnyünkből most arra 7-re apadt, tehát ez a bő 4 perc nem a mi kedvünk, szóval nem úgy alakult, hogy mi szerettük volna, de a lényeg az, hogy az utolsó mintegy 5,5, illetve 5 perc, 45 másodperc úgy alakuljon, ahogy azt a Jászberény szurkolók és a jászberények szeretnék látni. Igen, azt mondta az előbb, hogy hullámzó volt a teljesítményünk. Hát most jó lenne abból a hullámból nem az alsóra, hanem a felsőre kerülni, mert ha most alul voltunk, fogalmazzunk így, akkor jó lenne most visszakerülni a hullámnak a tetejére, ami vinne bennünket teljesen be az ellenfél palánkja alá, ott pedig pontokat szerezni, nem pontot, pontokat, hiszen bő 4 perc van hátra, és a közönség tapsolja a fiainkat, ezzel is jelezvén, hogy gyerekek, oda kell figyelni, veletek vagyunk, csak teljesítsetek, minden esetre Gowens jön oldalról, és Lemonnak adja. Ez a két kis ember az ellenfélből nagyon keverget, nagyon jól játszanak, nagyon jól irányítanak, és nagyon jó ponterősek is egyébként. Közben Sömenek Martin jött be, és eldobták, mert letelt az idejük. Sós Göbbi odalép, hogy ne tudják megszerezni a labdát. Erre gondoltunk, hogy ne szerezzenek pontot, és akkor marad a
mínusz 7 az ő szempontjukból, és ha mi a támadásunkat legalább egy kettessel tudnánk befejezni, mindjárt jobban néz neki a statisztika, és a játékosaink is nyugodtabban játszhatnának. Közben az ellenfél szektorába is bement három hangos fiatalember, és biztatják csapatukat, de most nem azt számít, hanem azt, hogy Sós, ezt szabálytalan gondoltuk, Csabai. De ott mutatják, hogy mutatják a mi edzőnk, és mutatja, hogy ez abszolút nem volt szabálytalan. Csabai nyugodt fiatalember, egyébként ő nem szól semmit. De hát tetszenek hallani a közönség hangjából is, hogy ezzel az ítélettel nem nagyon tudtak egyetérteni. De mindegy, azt számít, amit a játékvezető megad, és Török Róli nem kegyelmez a régi csapattársaknak. De ez a profi világban ez teljesen négy szokás, hiszen ott kell teljesíteni annak a gazdának, aki éppen fizeti. Most a Körmendiek második évben van ott náluk. Előtte mi nálunk is nagyon népszerű játékos volt, és ez a népszerű játékos bedobja. És azért volt ez a fütty az előbb, hogy technikai kapott Csabai. Csódarról sportszerűtlennek fújták. Sem ennek Nándor, de Dramics annyit segítés Sós. 73-68. 5 pontra csökkent az előnyünk, hiszen Török szépített, és ők hozzá jöttek oldalról, de ezt nem tudták befejezni ponttal. Egyelőre Verse találja a legjobb pozíciót, de az ötös számú Gowans oda nyúlt, és a keze is ott maradt, és a játékvezetők ezt büntetővel hálálták meg, a hálát azt idézőjelbe persze, és Gowansnek ez a negyedik személye, mondjuk nem csoda, hiszen 4 perc és 31 tized másodperc van hátra a játék részből, és ilyenkor már bizony szaporodnak, de most a mi emberünk gyönyörűen nagyja ki Csabainak. Sóson átpattan a labda. Hó, de hiányzott pedig ez a hármas. Hát az a hullám gyönyörű volt. Török Roland gyönyörűen csinálta. Gyönyörűen csinálta, elszálltunk mellette. Ő pedig bepöndörítette. És már csak 3 pont az előnyünk. Természetesen a közönség, mint a 6. játékos, jelzi erőteljesen, hogy veletek vagyunk, csak cselekedjetek. És a Ferenc Csabának behúznak egy személyi hibát. Ő még a elég kevés büntetők között tartják számon. Igen, 2-je van. Minden esetben megakadályozta a támadásunkat. És Dustin nem tudott most kosárra dobni, de Dramics Anyin igen! Dramics Anyin igen! Ez a hármas akkor hullott be, amikor nagyon kellett. A hullámvölgyben voltunk már nagyon... Nem tudtunk elmozdulni 73-ról, de most 76-70 ismét, 4 perccel a vége előtt. De jó lenne az kivédekezni. A két kisember, azért mondom, mert ők a legalacsonyabbak oldalról, de nem jön be a hármas. Nem jött be Sonyák Bélának a hármasa. És Dustin Vett biztatja a közönség. Megerősödött, éreztük, hogy bajban a csapat, és segítettünk. Csabai nem meri eldobni, hiszen már 2-szer nem talált be, de ez sem ment be. Sajnos Dramics Anyinnak se. Ennek a fiatalembernek meg minden bemegy, nem hiszem el. Gowans újra egy 2-essel véteti magát észre. És ez a 27. pontja. 3 pont. Igen. Ferenc Csabának befújták. Most gyorsan 2-t befújtak, de ez a nagy baj, hogy 3 pontra csökkentették. Az előbb 3-asat dobott a Gowans. Igen, én nem jól láttam. Nagy izgalomban azt szerettem volna, hogy csak 2, hiszen akkor csak 4 lett volna a különbség, még pedig 3.
Hát gyorsan visszatartjuk ezt a hatot. Igen, sajnos így van. Arra azért felhívnám a figyelmet, hogy Govensre jobban oda kéne figyelni. Most csak ebben a negyedben dobott 3 triplát, de mondjuk mindez nem számít, hogyha persze Dramicsanyinak is úgy megy a játék, ahogy eddig ment. Hát ők ketten elképesztő produkciót nyújtanak, és ami fontosabb, hogy a 5 pontos előny egyelőre nálunk van, maradjon is ez így. Igen, 78-73, és ők vannak, és újra, de ezt ki lehet ezt hagyni is, még Gowansnek is. A hármas bemegy, a kettes nem, csóválja is a fejét, de hát mindig nem mehet be. Ő is emberből van, és azok általában tévednek. Nagyon helyesen csinálja Ver, húzza az időt, hiszen 2 perc van hátra, és de most már el kell dobni Dramicsanyinnak. Eldobja is! Szerencsére 3-an is ott álltak előtte, és Dramicsanyin bedobta, nagyon jókor, 80-73, tehát 7 pontra növekedett az előnyünk, 1-43 van hátra, és ez is bement, és az a baj, hogy ez 3-as tér. Ferenc Csaba behintett egy 3-ast, 80-76, és egyből visszaestünk 4-re. Megint kellene a nagy biztatás. Ver magyarázza a srácoknak, hogy gyertek már közelebb, már el kéne dobni, ő is tudja, és bedobja is. Nem csak, hogy rádobta, hanem be is dobta. Abban a pillanatban ki is gyulladt az égő körbe a palánkon. Úgyhogy úgy, ahogy illik, akkor dobta be az irányítók, ahogy a nagykönyvben meg van írva, mondják itt mellettem a nézők, nagyon helyesen, 82-76. Ez a 6 pontos előny. Lélektanilag ez nagyon jól jött nekünk. Mindenképpen nagyon jól, hiszen így most 6 pontos különbség van, legalább 2 triplával tudnának kiegyenlíteni a körmendiek, de ne egyenlítsenek ki. Oda kell erre figyelnünk, lehetőség szerint mondjuk ne üssünk oda, de a lényeg az, hogy 3 pontos támadásuk semmiképpen se legyen a körmendieknek, de nem féltem a hazaiakat, nem féltem Bence Tamás csapatát, hiszen eddig is nagyon fegyelmezetten játszottak. Őszintén bízom benne, hogy ezt a bő egy percet már sikerül megoldani a csapatnak. Hát ez a bő egy perc 16 másodperccel több. Azért mondta Levente, hogy bő 16 másodperccel bővül az az egy perc. És hát azt hiszem, hogy nagy örömet szereznének a játékosok a közönségnek, ha a második mérkőzésöket is idehaza megnyernék, ez nagyon kell, hiszen következőleg már idegen pályán szerepel. Oposlár. Mégpedig az atomerőműnél, nem kis csapat. És atomerőmű, tudjuk, hogy odahaza mindig nagyon veszélyesek, és utána jön majd idehaza. Azt hiszem, ha jól emlékszem, a Kaposvár jön, bárki jön. Itt a Mavcon kívül talán nincs könnyű ellenfél, de a Mavc is, ha kifog egy jó napot, akkor ővelük is vigyázni kell. Minden esetre az utolsó egy percben beküldték a magos emberüket, Ryan Richardot, de nem is az a nagy baj, hanem a hármast engedik el, Horvát harcol. Igen, igen, Ryan Richardról pattan ki a labda. Nem tudta elkapni, pedig ő volt ott a tömegben a legmagasabb, nem csak a tömegben, a pályán is. Dustin Ver ilyenkor nagyon tudja, hogy hogy kell lopni a társaságot, és hogy kell eldobni! És hogy kell eldobni! Ez az ő műfaja! Ez az ő műfaja! És egy kettessel megnövelte 84-re az előnyt, 84-76. És azt hiszem, hogy közben Dramicsanyinnak fújtak be egy személyit. Dramicsanyinnak a negyedik, ha jól tudom, igen. Pályán maradhat, de az a baj, hogy Lemon dobja, a Lemon az pedig olyan kezekkel rendelkezik, még pedig a bal kézzel, hogy ki is tudja hagyni. Hát ezt a nézők kifütyülték a labdát, kifütyülték, pedig Lemonnak a keze biztos szokott lenni, de hát ők is szoktak hibázni, felállválnak. Dramit belökték, fegyelmezetlen volt,
az ellenfél játékosa is Ramit belökte. És Richard, igen, a nagy magas ember. Richard szabálytalankodott. Úgy látszik, ez a fiatalember nem nagyon tűri a körülötte lévő embereket, és mindig odaüt. De most valaki döntse már el. Domicsanyint hívták arra, hogy majd ő fog büntetőt dobni, de én azt hiszem, hogy nekünk ez jobb, mert lopjuk a távolságot, lopjuk az időt, Horváth ezt érti, és akkor be kell fejezni egy kettessel, igen, igen. Horváth nem mai ember, nagyon jól tudja, hogy ilyen esetben mit kell csinálni. Vezetni kell a labdát minél tovább, addig még az ellenfél nem szabálytalankodik, az ellenfél pedig szabálytalankodott, sokan nem bírják ülve nézni, hanem állva tapsolják Horváth Ákost, aki a 85. pontját szerzi, 85-77. 86-77! Mondtam az elején, hogy a horvátnak nem megy, de hát egy tapasztalt játékos akkor dob pontot, amikor kell, és kockáztat Lemon, és behullik egy hármas, te jó Isten, de még mindig van hátra Dramicsanyin. Igen, mi jövünk oldalról mi jövünk. 86-86 ponttal. 6 ponttal vezetünk, igen izgalmassá vált a mérkőzés. Nem is csoda, Hencsei Tamás időt kért. Biztos hozzá Leventre az utolsó izgalmakhoz. 21 másodperc van hátra, és mi jövünk. Igen, azt gondolom, hogy innentől már nem szúrhatjuk el, nem szeretnék elkiabálni semmit sem, de az eddig látott fegyelmezett, koncentrált játékkal meg kell tudni oldani ezt a szűk támadójáték nyírőt, és akkor igenis meg lehet az újabb hazai győzelem. Hát reméljük, hogy Leventének igaza lesz, és ezt a sajtot nem hagyjuk kiénekelni a szánkból, hasonlítva egy népmese idézetre. De hát a kosárlabdában minden megtörténhet. Nem volna jó, ha Berénybe csodák történnének legalábbis a mi szempontunkból, vagy a ellenfél szempontjából. Minden esetre nagy izgalmak következnek még itt a 21 másodpercben. Jó lenne, ha a fiúk ezt tudnák, hogy mit kell csinálni. Csodák azok, hogy Dustin Ver adja a labdát. De nem tudja, hogy kinek, Dramicsanyinnak, egy magas embernek. Igen, ráütettek. Tudtuk, hogy ez következik. Mellettünk mondjuk az jó jel, hogy Dramicsanyin kezére ütöttek rá. Dramicsanyin alánylag jó százalékkal dobta a heteseket. Közben kipontozódott Lemon. Dramicsanyinnak pedig most nem megy be, pedig nagyon kéne, az a 6 nagyon jó lenne, a 7-re változna, még mindig nincs késő. Dramicsanyit nézek, mindenki elcsendesült, persze, így kell ezt, 7 pont, 20 másodperc van hátra, és persze gondolom, hogy nem ütjük be a 7-est, mert nekünk az a jó, hogy az idő menjen, próbálják kiszorítani. És nem, Richard nem üti be, és a mi emberünk kapja meg a labdát, ha ő kapja meg, akkor nincs gond. Sonyák Béla szabálytalankodott, Hencsei Tamás magyaráz neki, hogy nem kellett volna. De én azt hiszem, hogy ünnepelhetjük a csapatot, hiszen Dustin Ver fogja dobni a kosarat, és Dustin Ver már győzelemre vitte a csapatunkat, nem először, és ha ezt véletlenül kihagyja, olyan nincs, hogy valaki 2 másodperc alatt 7 pontot bedobjunk, de hogy ismerjük Dustin Vert, ő neki kötélben van az idegzete, ezt már múltkor is elmondtam egy párszor, de ezt csak meg tudom erősíteni. Ez sikerült neki, és a 20. pontját dobta, azt mondják, hogy a 21 a nyerő, remélem, hogy a 21. is bejön neki. Igen, ez a közmondás is bejött, 21 a nyerő,
és 89-80 arányban győz a Berényi csapat, hiszen nem tudtak betalálni. Természetesen a közönség ezúttal is felállva tapsol. Ezt behúztuk, ezt a győzelmet is, 89-90 arányban, és az első perctől kezdve vezetett a JASZ Berényi csapat. Forma 1-ben úgy szokták ezt mondani, hogy rajtcél győzelem a pályán, de azt hiszem, hogy itt a kosoros berkekben is elmondható, hogy a Berényi csapat rajtcél győzelmet aratott. Nagy ünneplés lesz újra, hiszen a csapatunk, ha néha egy picit hullámvölgybe is került, de mindig felülkerekedett. És de jó is ezt mondani, a JASZ Berényi csapat 89-80 arányba legyőzte Körmendet, és megvan a második győzelme. Ezzel a jó hírrel búcsúzunk, két hét múlva játszanak újra fiúk idehaza, addig is a viszontlátásra, viszonthallásra.